Sziasztok, a Szerencsavadász vagyok, és ezt nézzétek, mit találtam, egy milliómos klub sorsjegyet, picikét megviselve az igaz. Képzeljétek, ez a sorsjegy, ez megjárta velem Tájföldet, és most találtam meg, hogy hoppá, hát én ezt ott nem kapartam le. Szóval lesz még egy milliómos klub kaparás, illetve egy sorsjegy mániám is van, vagyis 7500 forint értékben kaparok most sorsjegyeket. $5000 forintos sorsjegymánia 007-es, és egy jó kis szerencse szám, egy 021-es, a 2500 forintos milliómos klubunk. Hát én azzal fogok kezdeni, és alig várom, hogy kaparhassam. Egy kicsit tényleg meg van viselődve. Hát még tengerszaga is van. Tök jó. Első játék. Itt nem más a dolgunk, mint hogy megpróbáljuk ezeket a szimbólumokat háromszor megkeresni, amik itt szerepelnek a táblában, a koordináták alapján, és hogyha valamiből három van, akkor nyerünk. B1, az egy jacht, ott integet a lőbácsi, C4, helikopter, ez jó szimbólum, az 5 milliót ér, B5, egy felvonó, A3, bicikli, A2, még egy jacht, na még egyet kérdünk, szépen 100 000 forintot érne, A5, helikopter, még egy helikopter pedig 5 milliót érne, szóval az még inkább jöhet, E5, gyere helikopter, az a rakéta, D-es és az 5-ös, pedig egy lakókocsi, na az nem jó szimbólum, az nincsen benne a dolgokban, C3, motor, és egy C5-ös, ez az 5-ös, ez végigment, kár, hogy nem teljes sort kell kihozni, ez tök jó lenne. És C5 pedig egy ilyen vitorlás hajó, ájjáj. Nézzük a következő játékot. Itt jó lenne 3-1 forma összeget összehozni. 7500. 2500. 30000. 2500-ból van még egy, jön-e még egy, gyere, 2500, száz a vége. 2500 lesz, nem, 7500. Akkor most kérünk olyat, aminek 500 a vége, és tuti nyerő, de nem az, 30000, így mindenből kettő van. Pénzköteget szeretnék látni, hát ez nem az, ez egy buksa. Van itt egy csekk, meg egy óra. Akkor nézzük, hogy lesz-e X-ből, körből 3 egyforma, méghozzá kötésben. X, kör, kör. Kör, kör. Itt X van, itt kör van, ide jöhetne egy kör. De X van, akkor ide egy kört, ott is X van, nem jött be. A következő játék az, ahol teljes szavakat kéne kihozni, és akkor lehet örülni. Egy jó kis betűkeresés itt a G betűvel, abban lesz nekünk több is, legalább egy 4 darab, hogyha jól emlékszem. E, az egyszer, K pedig kétszer van a bankban és a sikerben. C az nem nagyon található meg, V az van a vagyonban és a villában is. És azt hiszem, hogy ez a kettő van. Hát, ha meg ki maradna, akkor majd meg lesz a betű ellenőrzéssel. H betűt nem hiszem, hogy találunk. X-et, azt igen, a luxiban ott van. Meg az U is, tehát az X az rögtön körbe lett törölve. És van még egy U betűnk a jutalomban. L. Van L betű, a villában például. Kettő jutalomban, és van még talán egy. Igen, hát a luxus elején is jöhetne egy S betű. Egy S betűvel nyerni tudnánk, és R-t ad. Miért R-t adsz, miért nem S? De még az is jó lehet, amúgy háromszor szerepel. Opa, na nézzük csak, ez mi lesz itt. Egy T. Az meg a toppon is ott van, meg a partiban is, meg a jutalomban is. Hát akkor most már csak teljes szó kéne, P.
óbetű is jött mostantól. Az is nagyon jó lenne. B. Bankolunk egyet. És megyünk tovább. A betű, abból van a kerítés. Hát mostantól az N betű is nagyon jó lenne, az I betű is nagyon jó lenne. Az I betű duplán, az N az duplán. Itt kétszer is van a betűnk. Itt is találunk, ott is találunk, mindenfelé találunk. Csak jöjjön egy jó betű, és a dupla V az nem jó betű, az sajnos nem megfelelő. J, az ott van a jutalomban. Na mi az utolsó kettő vajon? Egy M. Hát akkor most már az O betű is jöhetne. Sok jó betű van. Erre ad egy rosszat, egy D betűt. És azt hiszem, hogy ez nem igazi. Na nézzük, hogy lesz-e 5000-ünk 13-mal. 4 meg, gyere 9. 8, az 12. Hát ez se volt nyerő. Hiába utazott nagyot. Sajnos a nyeremény az lemaradt belőle. Egy P betű az ott van. Kicsit megviselődött, de ez van. Jobban örültem volna, hogyha némi nyereményt is ad. Ott egy G, különbözőek a betűk, nem néztem el semmit. Viszont van egy 5000 forintos sorsjegy. Hát talán akkor majd azon összejön valami. Sorsjegy mánia. Első játék. Nézzük, hogy sikerül-e ismét a szavakkal bűvészkedni valamit. Ki kéne hozni valami teljes szót. T betűnk az van. Talán az az egy. R az is van, és az nem csak egy. Q, hát az ne is keressem mi. J, ha, jaj de szar. V a vagyonban, B, Rubin betű, A, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, Y, szintén van, N betű az jöhetne is, tudnék neki örülni, erre ad egy U betűt, ami végül is van. Z betű is van. S is, az kétszer. I. Hát mondom, hogy ez az N betű kéne, mert azzal már kettőt is tudnánk nyerni így kapásból. E betű, most már a K betű is nagyon jó lenne nekünk. O betűből is van kettő. Hát az N-nel hármat nyernénk, illetve a G-vel és az a amivel is a K-val tudunk nyerni. És G. A G-vel nem tudunk, mert oda kell még egy ilyen. Ó, ne! Ne, oda is hiányzik. A G-vel mégsem tudunk nyerni, mert az N az hiányzik ide. Akkor nem nyert az első nekifutásunk, de folytatjuk tovább. 3-1 forma szó kell. Öröm, gyűrű, mázdi, így nehéz lesz, és érme. Négy különböző, ennyi. Itt pedig R betűt kaptunk a nyert szóba, és az N is jó bele, a T is jó bele, az O meg nem jó, L sajnos nem jött ki hibátlanul. Ismét X-ek és körök. Kör, X, 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 kör. Há, de jó lett volna ide egy X, mert ha ide X jött volna, akkor 100%-os a nyerés. De így nem. X, ugyanez a helyzet. Ha ide X jön, akkor tuti, hogy nyerünk. Gyere X, és kört ad, akkor most már csak a kör a jó. De nem jön. Ide viszont X-et ad. Na, menjünk tovább. Kocka, pókeren dobáljunk egyformákat itt a kis kockáinkkal. 5, 6, 6, 6, 6 bizony, 6. 1, 4, 2. 4, 5, 2, 6 és 3. 1, 2, 5, 3 és 4, 2. 4, 3, 5, és 6, ezek nem egyformák. Akkor dobjunk 7-et. Két kockával, 4 meg, 5 az sok. Pénzes bőrön, de 9 ez nem hét. 3 egyforma szimbólunk kell, egy busz, meg egy iránytű és egy aranyrút különböznek.
Következő bőrönben gyűrű, aranyóra és fényképező található, zöld bőrönd, nyaklánc, bank és nyaklánc. Na itt már kettő van, de három kell. Kék bőrönben kassa, kassa, gyere kassa! Nem jön a kassa, fényképező. A következőben hajó, pesgő és hajó van. Sárga bőrönd, érme, érme, gyere érme, kicsi érme, nem jön, arany. A neon soroknál is három egyforma szimbólum keresése. Lényeg, hát ez kincs, dinnye, cseri és dinnye, nem jó. Csillag, szilva, szilva, gyere szilva, nem jön a szilva, treff. Eper, csillag, szív és eper. Cseresznye, az ott egy lóhere, egy ananász és egy pálma, majd levél, pálma, kincs és levél. Mehetünk a feketén-fehéren részére itt a játéknak. Egy kis kávézás, mondjuk három azonos összeg megtalálásával nem lenne rossz. 20 000, 6 000 és 2 000, 3 000, 100 000, 1 000 000. 2 000, 1 000 000 és 6 000. Akkor nézzük, hogy lesz a számegyezésünk. 16, 22 és 9. Ezeket keressük. 18, 12, 22 kellett volna. 5 és 20. 17, 10. 21 mellé megy, mint ahogy a 10-es is. 19, mi van előtted egy este? 2, aha. 15, mellé szintén 3, és 13, nem volt egyezés. Méhecskékből kéne 3 egysorba, vagy 3 darab bödön valahova. Egy méhecske, egy mékas, egy bödön, meg egy fa. Egy méh, megint kas. Nem jó, tea is még. 3 még kellett volna egy sorba. Megint elkezdjük a méhecskét. Miért nem lehet oszlopba? Az jobb lenne. Tea, süti és virág. Na, az utolsó sorban pedig maci, virág, bödön. Na, még egy bödön. 15 ezer ért. Gyere, bödön. Nem jön bödön. Nem nyerő sors egy. Ó, oh, 7500 forint. Az elúszott most. Na hát ez szomorú. Jobban szeretem, amikor nyerő a sorsjegy. Legalább valamelyik, azt még jobban, ha van nagy nyeremény, majd előbb-utóbb remélem az is ugrik. Ez a B betű az ott mutatja magát, de vajon hol a többi betű? Előbb-utóbb csak megvesznek. Legalább még egy, igen, J, B, J, különböző, nem nyerő. Szóval a sorsjegy mánia leszerepelt, minimumos kubot meg hiába pihentettem. Nem jött bele a nyeremény. Találkozzunk legközelebb is, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk, sziasztok!